Hát így. Köszönöm, hogy velünk vannak, jó napot kívánok. Érdekes emberek, érdekes történetek, izgalmas szakmai kihívások. Ma két érdekes asszonyt, nőt, hölgyet fogok önöknek bemutatni. Valakiket, akikre nekem is egy harmadik hölgy hívta fel a figyelmemet, mert hogy érdekes, izgalmas, talán tanulságos is a történetük. Valamikor nagyon-nagyon régen, a 80-as évek végén Vandáék családja beköltözött Tündéék lakásába, Tündéék családja pedig beköltözött Vandáék lakásába. Aztán nem lettek nagy barátnők, távolról talán tudták, hogy mi történik a másikkal, ösztönösen is döntve elindultak egy irányba, az egészségügybe, dolgoztak itthon, aztán egyikük, Tünde úgy döntött, hogy elindul a nagyvilágba, elment Angliába, Londonba. Vanda maradt. Sok év után most részben e műsor miatt, podcast miatt találkoznak, aztán azon túl, hogy megismerjük az ő történetüket, majd megtudjuk azt is, hogy mit gondolnak, jól döntöttek-e, és cserélnének egymással most, lassan több mint két évtizedet követően. A Hát így podcast mai adásából. Mindig egy ilyen kíváncsi természet voltam, és én mindig addig mentem, amíg kitaláltam azt, hogy milyen, mit csinálnak külföldön, milyen az egészségügy, és én ezért valaki biztatta? Nem, én találtam volt magam. Volt valamilyen példa? Nem. Amit követett? Nem. Én találtam. Beszélt angolul? Nem. Volt lakás, ahova ment? Azt se tudtam, hogy hova megyek. Anyák napja volt, és megnéztem az ápolási dokumentációban, hogy kinek hogy hívják a gyermekét. És amíg ők reggelre felébredtek, rajzoltunk a kolléganőimmel virágot lapra, és odaírtuk a gyermekeinek a nevét, mert ugye Covid alatt nem volt látogatás. És szerintem ezek a kis dolgok, amiket mi adunk, ez ezerszer több jön vissza. Lenne választási lehetőségük, ilyen két lottiként átmeneti időre, hogy Vanda egy hónapra akkor bár tudja a végét, de elmegy, és átveszi Tünde helyét, és Tünde pedig visszajön Magyarországra egy kicsikét. Belevágnának két lotti történetébe, és belekóstolni a másik életébe? Hát így. Gyurcsány Ferenc podcastje. Örülök, hogy itt vannak Tünde és Vanda. Melyikőjük emlékszik erre a lakás serére, ami most már elég-elég régen volt, valamikor a 80-as évek végén. Köszönjük szépen, jó estét kívánok. Én emlékszem mindenre nagyjából. Arra egész biztosan, hogy nagyon szerettem a csepeli lakásunkat, és akkor elcseréltük, és így én emlékszem rád. Vanda pedig? Mint kislány. Én csak arra emlékszem konkrétan, hogy mi laktunk anno a József Attilába, és a Kossuth Lajos utcába költöztünk, a negyedik emeletről a hatodikra. Nekem nagyon-nagyon pozitív volt, mert lett onnantól kezdve saját szobám. Ami még nagyon fontos volt, hogy ez egy liftes ház volt, az is egy pozitív volt, mert ott a negyediken nem volt liftünk. De viszont arra emlékszem, hogy állandóan visszajártam arra a lakótelepre, ahonnan eljöttünk a József Attiláról. Aztán később a Kossuth Lajos utcába lettek barátaim, és a Sétáló utcába járhattunk le, ami jóval közelebb van már Kossuth Lajoshoz, de ennyire én konkrétan, mint a Tündi, én már nem emlékszem. És ha jól tudom, valójában akkor nem is lettek közeli kapcsolatban, kerültek közeli kapcsolatban, nem lettek szoros barátnők, nem. És inkább a véletlen hozta, nem pedig egymásra hatottak abban, hogy mindegyikőjük az egészségügyi pálya irányába indult el. Ugye ezt jól tudom? Igen. Na jó, hát akkor csak meg kéne tudni, hogy miért arra indultak, mert volt valaki a családban, vagy éppen ellenkezőleg, mert hogy nem volt a családban, vagy mert szabadulni akartak, vagy volt egy olvasmány, vagy filmélmény. Szóval ki miért döntött úgy 13-4 évesen, amikor középiskolát kellett választani, hogy na, én elmegyek ápolónőnek, elmegyek szakiskolába, szakközépiskolába. Én azt gondolom, jóval korábban döntöttem abban, hogy egészségügyi pályán fogok dolgozni. Talán ilyen 4-5 éves lehettem,
anyujék elmondása szerint, amikor állandóan orvosi táskát kértem, piros filceket, kötszert, papírzsebkendőt, mert hogy vérszívó doktornő szerettem volna lenni. Korai. Elég ijesztő megnevezést talált ki ezt, magának. Igen, ezt így neveztem, mert anyuék se értették, hogy honnan a megfogalmazás, de anyunak lenyúltam a nagy fekete ridikűjét, telerá raktam papírzsebkendővel, kötszerekkel, amikor apa is hazajött, anyu, piros filc, és akkor szaladtam hozzájuk, mert az volt a vér, mentem, bekötöztem, segítettem, lefektettem. Ugye akkoriban még azért nem tudtam, hogy ezt fektetési módoknak hívják, meg ilyen szavakat nem tudtam. Csak mondtam, hogy ha már nagyon össze vannak félcezve, akkor feküdjenek le, hogy könnyebben látnom. Szóval van egy kislány, aki Vanda, aki elkezd magától ilyen szerepjátékot játszani, és nagyjából egyenes az út. Az ön útja is hasonló? Nekem nem voltak olyan élményeim, hogy igaziból én tudtam azt, hogy ápolónő akarok lenni, vagy ezzel foglalkozni, de a gyógyítás az mindig érdekelt, emberekkel, állatokkal főleg. Nem is tudom, miért nem lettem állatorvos, de a lényeg az, hogy már általános iskolában mindig, hogyha valami jött, akkor azt kitaláltuk, elmentem a könyvtárba, kikerestem, volt egy naplónk, a barátnőmmel körülbelül másodikos, harmadikosak lehetünk, és abban vezettünk az emberi testről ilyen érdekes dolgokat, amit tanultunk, és mi kikísérleteztük hajjal, hajat ragasztattunk bele, és ilyenekkel foglalkoztunk. Úgyhogy a nővérem viszont ápolónő volt, és ő mindig felnéztem rá, mindig utat mutatott nekem, és ő azért inspirált arra, hogy miért is ne. Van egy gyerekkori vágy, tanulnak, teljesítenek érte, és megérkeznek az egészségügybe, ott vagyunk valamikor a 90-es évek elején, ugye? És hogy érzik magukat akkor? Azt kapják, amire számítottak, vagy összetörnek az álmok, vagy tele vannak továbbra is kalandvágyjal? Mi az első benyomásuk? Nekem fantasztikus élmények jöttek rögtön, ahogy elkezdhettem gyakorlati helyszínekre járni. Ugye a szakképzésben első körben megismerhettük a felnőtt házi orvosi praxist, aztán bevittek minket a kórházakba, és igaziban azért tetszett ez a szakképzés, akkoriban, ami volt a szakközépiskola, mert egy lépcsőzetes irányt adott nekünk. Szóval nem az volt, hogy egy OKE képzésben megtanultuk mondjuk a szakmát 2-3 év alatt, hanem a szakképzés az úgy zajlott, hogy folyamatosan építették föl. Első évben házi orvosi praxist ismerhettünk meg, nyári gyakorlaton, második évben már kórházakban voltunk, aztán mindig mehettünk intenzív osztályra, aztán megismerkedhettünk a mentőszolgálattal, és azt gondolom, hogy ez a fokozatosság elve, ez mindenkit elvitt valamilyen szakirányba. Én szakiskolába jártam, nagyon sokat jártunk szakmai gyakorlatra, kórházakba, és én ott is kezdtem el dolgozni, ahova jártunk gyakorlatra. És én imádtam az iskolát, imádtam dolgozni, mint nővér, nekem csak pozitív dolgaim voltak ilyen élményekben. Én úgy éreztem, hogy ez az, amiért érdemes. Ugye azt mondtuk a nézőknek, meg a hallgatóknak, hogy igen ám, de a két fiatal nő útja egy ponton szétválik, és ettől is kezd nagyon izgalmas lenni az önök párhuzamos története, mert dacára annak, hogy azt mondja Tünde, hogy elégedett volt ő is, egyszer csak úgy dönt, hogy akkor ő elindul a világba. Miért dönt mégis úgy, hogy köszönöm szépen, akkor mégsem Magyarország, hanem London? Engem mindig érdekelt a kihívás. Én mindig úgy éreztem, hogy vajon ez milyen lehet, vajon az milyen lehet, meg kéne tanulni, bele kéne nézni, és én mindig egy ilyen kíváncsi természet voltam, és én mindig addig mentem, amíg kitaláltam azt, hogy milyen, mit csinálnak külföldön, milyen az egészségügy, és én ezért valaki biztatta? Nem, én találtam volt magam. Volt példa? Nem. Amit követett? Nem. Én találtam. Beszélt angolul? Nem. Volt lakás, ahova ment? Azt se tudtam, hogy hova megyek.
Hát, hogy mondjam, utoljára Kolumbusz volt ilyen bassú, ha jól sejtem. Értem, igen. Én elindult úgy, hogy nem ismerte a nyelvet. Keveset beszélt. Uh-huh. Nem volt teljesen biztos az állása, hogyha jól értem a dolgot. Nem tudtam, hogy most ez 100%, vagy hogy lesz, ki vár engem ott, hova megyek, azt se tudtam, hogy hol lesz ez. Vanda maga soha nem gondolta arra, hogy elinduljon? Nem, nekem a családom sokkal nagyobb kötöttség volt. Én nem tudtam volna itt hagyni az édesapámat, meg az édesanyámat. Hogyan talált állást ön Londonban, vagy London környékén? Megmondom, hogy honnan, a Pesti Estből. Ott hirdették, hogy ápolónői állás Angliában. Uh-huh. És akkor felhívtam, és így kezdődött. És fel is vették, amikor kiment. Volt egy interjú itt Budapesten, akkor találkoztam pár emberrel, és arról volt szó, hogy egy idősek otthonába kéne, mint ápolónőnek menni. Aztán, mikor ki is mentem, óper vízumot kaptam, és azt mondták, hogy elintézik nekem azt, hogy rendes ápolónő legyek. Mi az óper vízum? Az óper vízum az azt jelenti, hogy gyermek vigyázás és háztartási feladatok ellátása, és mivel idősek otthonába kezdtem el dolgozni, ez így nem volt egészen nekem jó, én nem szeretek olyanokat csinálni, ami nem stimmel. Nem stimmel, igen. És vártam pár hónapot, még mindig nem intézték el a vízumot, és én akkor megszöktem. Hogy mit csinált? Megszöktem onnan, mert... Kiugrott éjszaka az ablakon. Így volt. Nem tényleg? Az ablakon, az ajtón, de éjszaka lógtam el, és egy barátnőm anyukája várt engem autóval, és ő szöktetett meg. Volt olyan magyar lány, akinek elvették az útlevelét, tehát ő nem is tudott volna elszökni, és nekem ez nagyon nem tetszett. Kifizettek rendesen meg. Nem volt semmi rossz, csak nem... Azt csinálták, amit ígértek. És én nem akartam olyan vízummal dolgozni, ami nem erre szól. És akkor rendesen óper lettem, ilyen babysitter, és én elintéztem magamnak. Hogy legyen egy rendes munkavállalásra alkalmas, igen. Vízum. Akkor nem voltunk EU tagok, és nagyon-nagyon nehéz volt. Egy évbe tellett az a sok idegeskedés, nagyon-nagyon nehéz volt elintézni, de sikerült. No, nézzük meg, hogy ebben az időben, és ebben az időszak alatt, amikor maga elkezdi fölépíteni az angliai karrierjét, uh-huh. ami azóta is tart, Vanda itthon milyen terveket sző, és hova jut el pályájának az első szakaszában? Én folyamatosan jártam a Pesterzsébeti, illetve a Csepeli mentőállomása önszorgalomból úgymond szekundálni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy szabad időben, a mentőszolgálatnak a mentőgépkocsiain, esett rohamkocsin felülhettem plusz személynek tanulni. Tanulni, de ezért nem fizettek. Nem, ez tipikus önszorgalomból volt. Édesapám az volt, hogy este 10-re jött értem, mert 10 után nem lehetett bemaradni a mentőállomásom, és engedélyem volt akkor már. Addig jártam be a mentőszolgálathoz, amíg nem tudtam azt, már állítólag már az volt, hogy látták, hogy jövök, már zárják be az ajtót, ez az erőszakos lány innen nem tudjuk kirobbantani, de hát végül mert is... maga mindenképpen mentős akart lenni van, akkor. Így van, és akkor be is fejeztem a tanulmányaimat, és 1997. szeptember 1-ével el is kezdtem a mentőszolgálatnál dolgozni. Mint akkoriban még csak a mentés irányításon dolgozhattam. Ott volt egy ilyen rang létre, amikor én beléptem, akkor szállításokat írhattam föl, ami azt jelentette, hogy a házi orvos vagy az asszisztens felhívta a mentőszolgálatot, akkoriban még úgy volt, hogy volt 3 órás szállítás, 6 órás, azonnalos, írogattam. Nem akarok butaságot mondani, diszpécser volt valójában, miért így hívjuk? Akkoriban azt a részt, ahol
ott ültem, ott valóban diszpécserekként dolgoztunk, mert akkoriban még nem volt mentés irányítási tapasztalatom, sőt, mentőszakápolói képzettségem sem. De ez nem egy klasszikus egészségügyi feladat. Érteni kell természetesen, hogy ki milyen beteg, igen, hogyan lehet szállítani, mennyire, igen, pontosan, de valójában ez egy irodai munka. Ez igen. És akkor innentől kezdve indult az el, hogy a mentőszolgálathoz, ahogy beléptem, beiskoláztak mentőszakápolói képzésbe. És ugye minél több időt töltöttem ott időben, annál magasabb szintre voltunk beosztva. Szóval elkezdtünk beforgatni, úgymond, a mentés irányításba. Szállítási oldalról átkerültünk, már vehettem a 104-et, beszélhettem a kocsikkal rádión, úgymond a mentés irányításnak a nagyjába, a szaftosabb részébe belekerül az ember. Én ez mellett magánmentőszolgálatnál elkezdtem kivonulni. Ezt engedték, vagy ezt titokban kellett csinálni? Nem, ott akkor dolgozhattunk, már miután elvégeztem a mentőszakápolói képzést is, akkor például a máltai mentőszolgálatnál ott a mai napig rengetegen mindenki önkéntesként vonul, illetve több alternatív mentőszolgálatnál mellette dolgozhattunk nőként. És akkor eljött az idő, hogy akár mentésvezetői székben is ülhettem hosszú idő után. És akkor hogyan alakul mindeközben az ön sorsa, a tünde sorsa? Én elkezdtem a munkát egy kórházban, ott Londonban, és egy olyan területen, ahol én még soha nem dolgoztam, mert itt Magyarországon dolgoztam intenzív osztályon, kardiológián, belgyógyászaton, nőgyógyászaton, nagyon sok helyen a 7 év alatt, és itt Londonban pedig betettek engem egy ébredőbe. Mit után én ébresztettem az embereket, és vigyáztam rájuk, amíg ki nem toltuk őket osztályra. És én azt nagyon szerettem csinálni. Közben elkezdtem egy ilyen átképzőt, és megcsináltam egy képzést, ami az ottani egészségügyi rendszerben segített engem, hogy főiskolára be tudjak jutni, és akkor elkezdtem ott a főiskolát. Közben dolgozom, főiskolára megyek, elvégzem a főiskolát, és akkor megint kitaláltam egy új fejezetet az életemben, amikor megláttam egy hirdetést, hogy Szingapurba keresnek nővéreket. Mit mondott, hogy az első hirdetést Magyarországon azt hol olvasta? A Pesti Estben. A Pesti Estben olvasott egy hirdetést, az elvitte magát Londonig, utána elolvasott egy másik hirdetést Londonban, az meg elvitte Szingapurba? Igen. És fel is vették? Fel. Miért kettő munka volt, mind a kettőre megkaptam, és igen. Nem mondta eddig nekünk, hogy nem érezte jól magát ott azon a környéken, de mégis tovább ment. Benne volt a lábában a bugi? Mindig, aha, most is. Én nagyon szeretem a változást ilyen szempontból, ami érdekel, azt kipróbálom. És szeretném tudni, hogy miről szól. És akkor az vezetett, hogy vajon Ázsiában hogy látják az emberek az egészségügyet, milyen ott a lét? Mi volt a különbség a angol tapasztalat és a szingapúri tapasztalat között? A szingapúriban az volt a különbség, hogy engem azért vittek oda ki, hogy segítsek nekik beindítani a nővér által vezetett fájdalomcsillapítást. Mert Angliában azt csinálják, hogy nővérek vezetik, és néha az orvosok körbe mennek velük hetente egyszer vagy kétszer. Ott viszont ugyanaz van, hasonlóan, mint Magyarországon, a beteg és orvos viszony az majdnem egy szülő-gyermek viszony. Angliában nem így van. Ott nem szülő-gyermek viszony van, hanem ott meg lehet kérdezni, meg lehet mondani, én ezt szeretném, én azt szeretném, mi a lehetőség, amit úgy éreztem, hogy itt Magyarországon nagyon kevésbé szeretnek az orvosok, hogyha jelezik az emberek a kezelést, vagy pedig a magát azt, amiről szó van éppen. Próbáljunk segíteni a bennünket hallgatóknak és bennünket nézőknek. Nem tudományosan nem is fogunk végezni. Gondoljunk egy olyan skálára,
amelynek az egyik végén azok az emberek vannak Magyarországon, illetve Angliában, akik nagyon nehezen élnek. Máról hollapra, komoly erőfeszítéssel. Megélnek, van saját kis lakásuk, nagyon-nagyon szerényen. A skála Magyarországon is, Angliában is. A skála másik végén pedig azok, akik felső-középosztálybeliek, szép ház, szép lakás, szép autó, nyaralás, megtakarítás. Nem krúzusok, nincsenek milliárdok, de valójában gondtalan élet, amire a legtöbbünk vágyik. Egyik egy tízes skála. Egyes, a nagyon szerény élet, tízes, a nagyon nyugodt élet. Az ápolónők élete, hogyha a skálán elhelyezzük. Mindenki gondolkodjon egy 3 másodpercig, és nem a másikra kell sandítani. Hányas osztályzatot adnának akkor az életünk, az ápolónői életnek a körülményei, a megélhetés szempontjai, megbecsültség, társadalmi elfogadottság. De hát nyilván ott van nagyon jelentősen a pénz. Én nem tudom összemosni a megbecsültséget, a társadalmi elfogadottságot ugye azzal a körülményekkel, hogy 1-től 10-ig, mert ugye van egy anyagi megbecsülés, van egy erkölcsi, és én azt gondolom, hogy ezt a kettőt soha nem lehet összemosni a mi szakmánkban. Hogyha összehasonlítom, akkor a 2-esről kezdtem, és most úgy érzem, én csak magammal kapcsolatban tudok beszélni, én most 5-ösön vagyok. Tehát nem élek egy olyan életet, hogy fényűző, de nem kell így számolnom minden fillért, mint ahogy csináltam, és üvegeket vittem vissza, meg ilyeneket csináltam. Volt azért, hogy igen, hogy 3 munkahely, hanem azért a fizetésemből be tudunk ülni egy étterembe, el tudunk menni moziba, el tudunk menni, és nem kell számolgatni a hónap végén, és én magammal kapcsolatban tudom mondani egy 5-ös. Mert Szingapurban azon túlmenően, hogy dolgozott és megismerkedett egy távoli világgal, megismerkedett mással is, hogyha jól emlékszem. Igen, ott ismertem meg a férjemet. És, aki európai vagy nem, kínai? Nem, ő szingapúri kínai. Ő egy kínai igen. férfi. És exportáltam Angliába, visszaköltöztünk. Ő akart visszaköltözni, vagy maga? Én akartam. Mindenképpen, mert én nem éreztem magam otthon ott. Én éreztem, hogy másképp néznek rám mert, a munkahelyen. Mert ön európai. Is. Igen. És nem értették, hogy miért kellettem én oda, miért vagyok itt, milyen ember lehetek, mik a szokásaim, és így kicsit félve kommunikáltak felém, és rájöttek, hogy nem harapok, meg nem olyan vagyok, amit így általában van egy elképzelésük. Voltak, vagy nagyon. Ellenségesek? Nem ellenségesek, csak távolságtartó. Mennyi ideig volt ki? Mennyi idő kellett ahhoz, hogy úgy érezze, hogy hú, hát én nekem mennem kell? 2 hónap, vagy 2 év? 4 év. 4 évet kitelt. Uh-huh. 3,5 voltam ott, majdnem 4. És akkor a 3. évben kezdtem érezni, hogy én nem akarok nagyon itt lenni, mit csináljak, és elkezdtem munkát keresni Angliában újra. Vandának tudjuk, én máshonnan tudom, ő még itt nem mondta el, de akkor most elmondom, hogy van egy nagyon szép nagyfia. És akkor magának? Nekem egy picike van, 7 éves. Egy 7 éves. Jonatán. Jonatán, aki... Milyen állampolgár most akar? Ezek után ön magyar, a férje kínai, és lehet, hogy igen. Londonban született. Ő Londonban született, ő angol állampolgár, brit állampolgár, és nem akartuk a Szingapúrit, mert ugye ott van egy kötelezettség fiúknak, egy katonai kötelezettség, és abból nagy problémája lehet, hogyha azt nem teljesíti. És a magyar pedig, majd ő eldönti, hogy mi akar lenni, van joga mindenhez. Én szerettem volna, hogyha magyar, de volt a férjemben egy kicsi, hogy ha szingapúri nem, akkor magyar se. De én mondtam, hogy nekem az is jó, viszont lehet, hogy jobb lenne, ezen is gondolkoztam a magyaron, mert hogy ugye Anglia kilépett, vagyis Nagy-Britannia az EU-ból, meg azért magyarok a gyökerei, és ő nagyon büszke arra, hogy magyar. Önnek megváltozott az élete attól, hogy... Nagyon. Igen? Igen. Mond nekünk erről egy pár mondatot? Hát... Hogy a nézők is értsék, az lett volna a mondatom vége, hogy kilépett Nagy-Britannia
az Európai Unióból. Aha, megváltozott. Igen, megváltozott. Hát az egyik az, hogy a munkaerő nagyon sok eltűnt az egészségügyből, mert nagyon sokan hazamentek Portugáliába, Spanyolországba, Németországba, ki honnan jött ugye az európai országokból. Megváltoztak szabályok a határon is. Nagyon nehéz a rokonoknak látogatni, maradni. Ezek mind negatív dolgok. Mi sokszor halljuk Magyarországon, sok szakmában, egészségügyben is, hogy hiányzik még ápolónő, hiányzik háziorvos, hiányzik ez, hiányzik az. Jól értem, hogy azt mondja, hogy most az a helyzet Nagy-Britániában, Angliában is, hogy hiányzik egyébként ápolónő, nővér, orvos? Igen, igen. Nagyon sokan hazamentek, amikor kiléptünk. Nem tudom, hogy olvasták-e a két Lottit. Igen. Vagy látták filmen. Mi vagyunk a két igen. Lotti. Azért jutott eszembe, hogy ott ikerlányokról van szó, uh-huh. akik aztán elkerülnek egymás mellől, aztán egymás mellé kerülnek, és egy időre helyet cserélnek. Uh-huh. Apánál és anyánál is kezdődik a kalamajka. Ne lőjük le a poént, már lehet sejteni, hogy a végén minden jóra fordul. Ha lenne választási lehetőségük, ilyen két lottiként átmeneti időre, hogy Vanda egy hónapra, akkor bár tudja a végét, de elmegy, és átveszi Tünde helyét, és Tünde pedig visszajön Magyarországra egy kicsikét, belevágnának két Lotti történetébe, és belekóstolni a másik életébe? Én szerintem én nem szeretnék kimenni Londonba. Nekem most jelenleg azt érzem, hogy nagyon jó helyeim vannak, maximálisan megbecsülnek, ahol dolgozom. Mindegyik helyen, illetve ez a oktatás, amit most megtaláltam, és... Ön tanít, vagy önt tanítják? Nem, én oktatok. 2013 óta kitaláltam ezt, hogy amíg a mentő megérkezik, és akkor eleinte csak elkezdtem szállodákba járni, oktatni. És úgymond... Mondjon, én már sejtem, hogy miről beszél, de mondjon még egy mondatot erről. Amíg a mentő megérkezik, addig... Hát, hogy mi a teendő? Hát ez az. Mi a teendő, mit kell csinálni, mi a mentő feladat, mikor hívjunk mentőt, mikor hívjunk orvosi ügyeletet, egyáltalán mivel tudunk segíteni addig, ameddig maga az első segélynyújtás alapjait. És akkor találtam erre egy... Azt mondom, hogy azt láttam, hogy egy olyan rés, amit senki nem támadott ebből az irányból, hogy a szállodák, hiszen a szállodákban, éttermekben félrenyelhetnek, eleshetnek, a dolgozókat áramütés éri, wellnessben bármi történhet velük, és akkor elkezdtem járni az országot úgymond ezzel az oktatással. És akkor... Hogy van a másik Lottink? Hazajönne a másik Lotti sok-sok évet követően egy hónapra többre családdal, gyerekkel, gyerek nélkül csak belekóstolni. Kalandvágyból, szabadságvágyból. Én ugye ezt a fájdalomcsillapítást csinálom, és nekem volt egy ilyen ötletem, hogy jó lenne valamit itthon is csinálni, és most elkezdtek növekedni a gomba, ezek a fájdalomcsillapító klinikák, ami nagyon jó. És én nagyon szeretnék belevágni egyszer valamibe, de azt tudom, hogy a férjem nem jönne. Lehet, hogy ultimátum kéne neki megint, de nagyon nehéz itthon megélni, és ugye ők mások, mint a magyar ember, mert a férjem kínai, a gyerek pedig látszik mások rajta, hogy külsőleg, és nem is beszél magyarul a férjem, a Jonathan igen. És attól is félnék, hogy milyenek lennének velük az emberek. Idáig nem volt negatív tapasztalat, de tudom, hogy vannak negatív tapasztalatok ismerősöktől, és most is a metrón, ahogy jöttem, egy bácsi pont... azt mondta, hogy lassan már nem lesz Magyarországon magyar ember, más országot kéne keresnünk. És ezt miért mondta? Ezt azért mondta, mert felszállt egy színes bőrű hölgy gyerekeivel, és ők magyarul beszéltek, meg angolul is, és a bácsi
átadta neki a helyet, ahova a babakocsit betolhatta volna, de nem szívesen. És akkor így oda megegyezte nekem, hogy lassan új országot kell keresnünk. És nekem ez nagyon nem esett jól, nem tetszett, amit a bácsi mondott. Megtudom, hogy ugye hazajövök, olyanokat látok, ami ott nem lenne elfogadható, hát gyűlöletkeltő dolgok, plakátokon, meg mind egy csomó helyen, meg emberektől hallom ezeket a dolgokat, és ez visszatart, hogy Magyarországra költözök, de egy hónapra szívesen, hogy egy kicsit lottiskodjak. Volt még egy közös nyavajánk, amelyben azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy különbség nem volt a drámában Magyarország és Nagy-Britannia között a Covid, aminek a nagyobbik részén túl vagyunk. Hogyan alakította át az önök életét a Covid annak idején, és mi maradt meg ebből, mert azt hiszem, hogy ha én jól látom, akkor a nagyobb részén egyelőre túl vagyunk, aztán, hogy jönne majd még egyszer egy hullám, azt nem tudom megmondani. Szóval, hogyan változtatta meg az önök életét akkor is azóta a Covid világa? Én végig dolgoztam, ahogy elkezdődött a Covid, onnantól kezdve dolgoztam kórházban is, illetve magán szférában, ahol Covid szűréseket végeztünk a lakosságnak. Illetve én a édesanyámat is a Covid-ban vesztettem el. Nehéz volt az elején tudni azt, hogy mi a helyes, mi a nem helyes, mit lehet csinálni. Én féltem. Mindenki félt. De be kellett mennünk. Ön is részt vett közvetlenül az ellátásban, a Covid-os ellátásban, függetlenül attól, hogy egyébként fájdalom klinikai munkát is végzett? Két munkám volt akkor. Igen, az egyik kronikus fájdalom, a másik akut fájdalom. És akkor az akut fájdalom az osztályon lévő fájdalomcsillapítás, tehát osztályra kellett járnom, és nagyon kellett vigyáznunk nekünk is, meg a betegeknek is, és ugye ezt így meghatározni az elején, hogy most miről van szó, hogyan vigyázzunk, mit csináljunk, de mindenkit figyelembe vettek, ugye, hogy kinek milyen betegsége van, beosztottak minket olyan helyre, ha aszmás volt valaki, és súlyos mellékbetegségei voltak, mondjuk kemoterápián ment keresztül, azt nem tették be egy olyan osztályra dolgozni, akinek például, bocsánat, de hogy anyukádat elvesztetted, te nem mehettél volna olyan osztályra dolgozni, ahol te ezt a traumát újraéled például. Azt már mondták, hogy Vanda nem lenne Lotti ebben a történetben, nem igen menne el. Tündek kipróbálná, ha más nem újra, sok év után egy hónapra megnézni, hogy mi lett más itthon. Önök mögött van most már több mint két évtized, ha ezt jól számolom, és hát óvatosan kell fogalmaznom hölgyekkel. Mindazt mondja, hogy lassan három. Jól döntöttek annak idején, amikor erre a pályára léptek, amikor a maradás mellett döntöttek, amikor az elindulás mellett döntöttek? Ma is így döntenének? Én biztos. Maga biztos? Igen. Tünde is maga? Nekem nagyon hiányzik a családom. A barátságok, amik itthon voltak, más szinten vannak, mint Angliában vannak valahogy. Az embereknek az értékei mások, én úgy érzem, azok hiányoznak nekem. De ugyanígy döntenék, mert ahogy ön mondta, benne van a bugi a lábamban mindig. Honnan van az az erő és bátorság magukban, hogy pokoli kemény döntéseket hoznak, végig kitartottak emellett a döntés mellett. Vanda ugyan nem indult el a világnak, de azt mondta, hogy ő mentős lett, és mentős lett a végére, ha tört, ha szakadt, és az első női vonulóegységben ott volt az országban, ahol sofőr is nő volt, meg az ápoló is nő volt. Maga elindult, és akkor még tovább ment, meg visszajött, és csinálták, és nem fordultak vissza az útról. Meg lehet-e azt mondani, hogy mitől ilyen valaki, hogy mi lakozik benne, hogy mi ennek az erőnek a forrása? Mert ez nem csak egy döntés, hanem utána ezt a döntést újra és újra meg kellett ugye hozni, hogy maradok, csinálom, és nem fordulok vissza. Honnan jön ez? Én azt gondolom, hogy az elismerések, ami nekem nem munkám van, hanem hivatásom.
és szerintem, hogyha úgy tudunk bemenni dolgozni, hogy én örömmel kelek föl, és azt mondom, hogy hú, de jó, ma vele leszek, mert ez most egy kolléganőről mondom, hogyha jó a társaság, ahol dolgozunk, hogyha azt érzem, hogy elismernek, hogyha van motivációm, ha a családom elfogadja, amit dolgozom, akkor azt mondom, hogy ez már fél siker. És akkor innentől már csak reménykedhetünk abban, hogy még nagyobb elismerésünk lesz az életben. De ha az ember úgy tud minden nap fölkelni, hogy de jó, megint mehetünk segíteni valakin, és a betegnek a szemébe meglátom a kórházban azt a csillogást, mikor meglát minket, és azt mondja, hogy örülök maguknak, mert még így például a Covid idején beöltözve is azt mondták, hogy mikor már jobban voltak, hogy egy kis vidámságot vittünk az életükben, vagy például nekem volt egy nagyon megható dolog, a kardiológiai osztályon dolgoztam, és amikor nem volt munka, leültem beszélgetni úgymond a betegekhez, és volt egy bácsi, aki egy ilyen mufurc volt mindenkivel, olyan kicsit utálatos, és mondom, mi a baj, miért ilyen mindenkivel? Azt mondja, hogy holnap lesz az 50. házassági évfordulom, minden egyes évben készül rólunk fotó, nem tudom megoldani, és nem enged haza az orvos se, és minden. És bejött a felesége, és megszerveztük, és csináltunk róluk egy fotót, és kinyomtattam nekik 10 percen belül, igaz, nem színesbe, a kórházba, de azt az örömöt a két idős ember arcán. Vagy például Covid alatt, amikor anyák napja volt, és megnéztem az ápolási dokumentációban, hogy kinek hogy hívják a gyermekét. És amíg ők reggelre felébredtek, rajzoltunk a kolléganőimmel virágot lapra, és odaírtuk a gyermekeinek a nevét, mert ugye Covid alatt nem volt látogatás. És szerintem ezek a kis dolgok, amiket mi adunk, ez ezerszer több jön vissza. Maga boldogban? Igen. Tünde, honnan van az erő, hogy elindult, és mert maradni, és tudott változtatni, és végtelenül izgalmas, nem szokványos házasságba lépni, és megtartani. Szóval nem mindennapi a maga történetesen. Újat szeretnék tanulni, én mindig szeretek újat tanulni, újat látni, újat mutatni a gyerekemnek, és azt szeretném, hogyha ez őt is vezetné később, hogy lássa, hogy a szülei ezt így viszik az életüket, mert mi nagyon szociálisak vagyunk. És ezt szerettem volna, hogyha neki is jobb lesz ezzel kapcsolatban. És ugye az is, hogy én Magyarországon nagyon szerettem, nekem nagyon jó kollégáim voltak, és még mindig tartom némelyikkel a kapcsolatot. Én nagyon szerettem itthon dolgozni. Nekem azzal egyáltalán nem volt bajom, hogy milyen körülmények között. Én akkor még inkább olyan voltam, mint a béka a kútban. Ő jól el van ott a kútban, és fölnéz, és az a pici az ég. És a béka azt hiszi, hogy annyi az ég. De én már kimásztam abból a kútból, és látom, hogy milyen nagy az ég volt. És nekem ez nagyon tetszik. De viszont nekem az itthon az mindig az. Én mindig itthon vagyok itthon, akárhol lakom. És a Jonathan is azt mondja mindig, hogy megyünk haza. Szóval se a magyarságot, se a nővérséget soha nem felejtem el. Az mindig, aki egyszer nővér, az mindig nővér. Igen. És azt te nem tudod, de aki magyar, az mindig magyar. A világ egyik legnehezebb és minden bizonnyal legszebb szakmájáról beszéltünk ma önökkel, amit nagyon-nagyon szépen köszönök. Azt hiszem, hogy azt remélem, hogy sokaknak meg tudták önök mutatni, hogy miközben mi ezt tényleg egy sok áldozatot követelő szakmának látjuk, hogy önök, akik ezt csinálják, ebben nagyon sok örömöt is találnak, hogy része ez a személyes boldogságuknak, és hogy nagyszerű emberek vannak ebben a szakmában. Meg hát láttuk azt is, hogy két különböző döntés máshova vitte Vandát és Tündét, és hogy nem azon múlott
a boldogságuk, az elégedettségük, hogy így vagy úgy döntöttek, talán sokkal inkább azon, hogy mertek és tudtak dönteni. Igen. Mert lehet jó és kiegyensúlyozott életet élni itt is, meg ott is. Minden bizonnyal magunknak kell megtalálni ehhez a saját utunkat, mert a saját utat azt senki más nem jelölheti ki számunkra. Hát így csinálták ők. Nem tudom, hogy mi tudtunk volna ilyen erősek lenni, mint ilyen erősek. Ők voltak és még most is azok. Hát így. Így fogjuk folytatni a podcastet a jövő héten. Köszönöm, hogy velünk voltak. Ez volt a Hát így podcast. Ha nem akarsz lemaradni a következő beszélgetésről sem, akkor iratkozz fel Gyurcsány Ferenc YouTube csatornájára, vagy kövess be minket azon a zene megosztó platformon, ahol éppen hallgatsz minket. Így automatikusan értesítést fogsz kapni a következő részekről. Köszönjük!